Szép jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Az Ez Budapest rendezvénysorozat következő állomásához érkeztünk, és nem más lesz a ma esti témánk az elkövetkezendő szűk egy órában, mint Budapest közlekedése. Ennek fényében a következő vendégeket szeretném nektek a mai műsorban bemutatni. Pető Attila, Kressz professzor, közlekedési szakértőt, Halász Áront, a Magyar Kerékpáros Klub elnök helyettesét, és Szilágyi Györgyöt, országgyűlési képviselőt szeretettel köszöntelek benneteket. Nyilvánvalóan megpróbáljuk ezt a kérdést több szemszögből is megközelíteni. Autós közlekedés, kerékpáros közlekedés, illetve a tömegközlekedés helyzete, amely a jelenlegi budapesti közlekedés állapota. Én azt gondolom, hogy sorba kell vegyünk nagyon sok kérdést, és itt hozzátok fordulnék elsősorban, és talán arra lennék kíváncsi a véleményetek kapcsán, hogy hogyan látjátok Budapesten a közlekedési morált. Autós szemszögből, kerékpáros szemszögből és minden egyéb olyan jármű szemszögéből, ami részt vesz a közlekedésben Budapesten. És kezdhetjük is Pető Attila, Kressz professzorral. Köszönöm a meghívást. Én megoldottam a problémát, mert villamossal érkeztem, annak ellenére, hogy oktató vagyok, nem ültem autóba, és szerintem ez egy fontos megoldás lenne. De hát én alapvetően egy elméleti szakember vagyok, hiszen a Kressz a témám, a közlekedés elméleti oldala, és mindig elgondolkodom azon, hogy amikor tanítunk az órákon, tanítjuk a leendő vezetőket, akkor ilyen nagyon ideális, derékszögű, merőleges kereszteződéseket rajzolunk fel azonos méretű utcákkal, hogy hol van ilyen a valóságban? Tehát nincs senki könnyű helyzetben, aki meg akarja szervezni egy nagyváros közlekedését, hiszen elméletben lehet, hogy tudjuk, hogy hogy kellene közlekedni, de az élet teljesen más. És bizony gondban vannak a közútkezelők, tehát azok a szakemberek, akik kialakítják a közutakat, a táblákat elhelyezik, a lámpákat kirakják, a felfestéseket, stb. És gondban vannak azok, akik közlekednek, hiszen hogy lehet úgy szabályosan közlekedni, biztonságosan közlekedni, hogy sokszor az út, az infrastruktúra nem adja meg a lehetőséget. Tehát sajnos ez egy nagy probléma, de hát azt hiszem ez az, amit nem lehet változtatni, tehát azt kell kitalálni, hogy ezen meglévő keretek mellett, amikor is ennyi autó, ennyi jármű közlekedik a városba, hogyan lehet a legoptimálosabb helyzetet kialakítani. Halász Áron? Köszönöm szépen a meghívást én is. Hát ez egy jó kérdés, hogy milyen a közlekedési morál. Szerintem olyan a közlekedési morál, amilyen egyébként, ahogyan bánunk egymással a mindennapokban, és az mondjuk elég lesújtó, ez az én véleményem, de azért, hogyha objektívebben nézzük a helyzetet, kerékpárra sokkal jobb közlekedni Budapesten, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Én amikor elkezdtem, ez egy ilyen városi gerillaharc volt, mi is kicsit úgy gondoltunk magunkra, és az autóvezetők nem tudták, hogy egy kerékpározó mit keres ott az úton. Aki kerékpározott, mindenképpen azt gondolta, hogy ő itt most egy, nem tudom, egy zebra az oroszlánok között. És aztán szerintem azzal, hogy megsokszorozódott azok száma, akik kerékpárral szoktak járni, de legalább hétvégén kipróbálják, hogy milyen, ők nagyjából elkezdték megszokni egymást, és lehet, hogy elmosódnak ezek a határok. Tehát ahogy ki autózik, máskor biciklire ül, aki biciklizik, máskor autózik, nekem is lett közben autóm, tehát hogy ezek az emberek szerintem, akik mindent használnak, megismerik egymás szempontjait. De azért az elég sokat mondó, és hogy ezen a beszélgetésen sincs mondjuk itt tömegközlekedési szakértő vagy érdekképviselő, a gyalogosokról nem is beszélve, mert a gyalogos szervezet nincs is. Miközben szerintem az is gyalogol, aki maximum a garázsból megy föl a első vagy második emeletre, és ez nagyjából ennyire van képviselve a budapesti közlekedésben is. Tehát, hogy megvannak a célok, mi szerint szeretnénk segíteni a környezetbarát közlekedésnek, de nincs, aki felszólaljon igazán érte, a döntéshozatalban pedig ez szerintem nagyon sokat számítana. Szilágyi György? Egyetértek az előttem szólóval abban, hogy olyan a közlekedési morálunk, mint amilyen az országban a morál, és ugye ez köszönhető nekünk is, de én úgy gondolom, hogy az elmúlt év politikai viszonyainak köszönhető és minden egyébnek. Tehát amikor az országban folyamatos megosztásra épül mondjuk a politika is, akkor nem várhatunk más a közlekedésben is. Pedig igazából most az, hogy amikor a közlekedésről beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk szétválasztani az autós közlekedést, a kerékpáros közlekedést, vagy a gyalogos közlekedést. Nem, ebben
kompletten kellene megoldani, és én nekem az a legnagyobb problémám Budapest közlekedésével, és így a morállal is, hogy nincs egy ciklusokon átívelő koncepció, nincs egy elképzelés, hogy hova akarunk eljutni, és hogyha vannak is elképzelések, akkor azokat az elképzeléseket nem előzik meg olyan egyeztetések, ahol minden érdekelt félrel egyeztetni kellene, hiszen ahhoz, hogy Budapest közlekedését megújítsuk, ahhoz nagyon nagy változásokra lenne szükség az én véleményem szerint, de ezeket a változásokat nem lehet úgy végrehajtani, hogy különböző társadalmi csoportok ezekben a változásokban sérüljenek, mert akkor kirekesztve érzik magukat. Tehát meg kell találni azt a konszenzust, én nekem mindig ez a legfőbb veszőparipám, hogy konszenzusra kellene törekedni, meg kell találni azt a konszenzust, amely a legkisebb érdeksérelemmel jár az összes közlekedésben résztvevő számára, és mindenkinek vissza kellene egy kicsit lépnie a saját érdekeihez mérten, de egyik társadalmi csoport sem érezheti úgy, hogy az ő kárára történik fejlesztés. És a másik, megmondom, az a legfontosabb, hogy legyen egy koncepció, amit mindenki elfogad, és teljesen mindegy, hogy milyen színezetű kormányok, vagy milyen színezetű fővárosi vezetés van az országban, ezt a koncepciót elfogadta, és ez csak hosszú távon lehet megvalósítani. Mert az, hogy adhok jelleggel mindenki más gondol, és akkor ami elindult, azt utána félbe hagyjuk, és majd elkezdünk valami más, mert most ez az újabb trendi, vagy erre gondolunk, az a káoszhoz vezet egy idő után. Tehát én úgy gondolom, hogy sokkal áttekinthetőbbnek kell lenni, sokkal jobban megalapozottnak, és mindenképpen szakmailag megalapozottnak kell lenni, és óriási egyeztetéseknek kellene megelőzni az ilyen koncepciókat, ahol minden érdekelt fél meghallgatja a másikat, és megpróbálnak arra törekedni, hogy mindenkinek a lehető legjobb megoldást találjuk meg, de majd gondolom belemegyünk mélyebben, akkor elmondom, hogy például nekem miért nem tetszik az, amikor kizárólag csak mondjuk az autósok kárára próbáljuk meg megváltoztatni Budapest közlekedését, hiszen az autósok egy jelentős része, és itt ez is elhangzott, hogy nincs olyan egyébként, hogy kimondottan csak autós lenne valaki, vagy csak kerékpáros, hiszen az autósok is fölülnek kerékpárra, vagy kerékpárosok is beülnek autóba, sőt, sokan vagyunk, akik használjuk a tömegközlekedést, és gyalog is hajlandóak vagyunk közlekedni a városban. Tehát mindenképpen figyelembe kell venni a különböző érdekeket, és nem lehet csak egy társadalmi csoport kárára, hiszen hogyha egy autós fizet különböző adókat az autója után, akkor ne azért ne jöjjön be a városba, mert kitiltjuk onnan, hanem például tegyük érdekelté, hogy ő lerakja az autót, teremtsünk olyan feltételeket, hogy ő saját magától lerakja az autót, és válassza a tömegközlekedést, vagy akármilyen más közlekedési formát arra, hogyha azt szeretnénk, hogy kevesebb autó legyen a városban például. Nagyon örülök, hogy elindultunk ebbe az irányba, egyébként lesz olyan beruházási kérdés, vagy olyan megfogalmazott javaslat, ami majd pont az érdekérvényesítések mentén egyik fél kárára, másik fél előnyére szóba fog kerülni. De ugye egy kicsit térjünk vissza arra, hogy a budapesti közlekedés jelenlegi helyzete milyen. Ugye azt azért nagyjából mindenki láthatja, én azt gondolom, hogy a jelenlegi forgalom már réges-régen kinőtte fővárosunkat, és jóval több gépjármű halad végig a főváros útjain, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, és azért valószínűsíthetően az úthálózatok fejlesztése azok nem valósultak meg olyan ütemben, ami követni tudta volna ezt a dinamikus robbanást a gépjárművek szempontjából. És én arra lennék kíváncsi a ti szemszögetekből, hogy melyek lehetnek azok a beruházások, azok a megoldási javaslatok, amik segíthetnek a budapesti dugók csökkentésében, a közlekedés javításában, és akár itt most beszélhetünk esetleg az M0-es körgyűrű teljes befejezéséről, hogy ez segíthet-e, hogy az átmenő forgalom inkább itt közlekedjen, az agglomerációból érkező dolgozók, akik nyilvánvalóan jelentősen hozzájárulnak a dugók helyzetéhez, az ő helyzetük kezelése, hogyan tudnánk őket rávenni arra, hogy a peremkerületi csomópontokból már a tömegközlekedést válasszák, és akár mondjuk kitérhetünk az elővárosi vasútvonalak fejlesztésére, de én nem is a saját, hanem inkább a ti véleményetekre vagyok kíváncsi ezzel kapcsolatban.
Mivel azt mondtad, megoldási javaslat, én nem tudok magam utat építeni, mert nem értek hozzá, de például a mi szerepünk, az én szerepem, akik tanítják a leendő vezetőket, hatalmas, hiszen bejönnek a tanfolyamra, amikor például mesélem nekik, hogy autóvezetőként majd a gyalogost a zebrán el kell engedni, akkor egybe az a reakció, de hát minket nem engednek el soha. Aztán eljutunk a vezetéshez, jön a vizsga, miért buknak meg leggyakrabban, mert nem engedik el a zebrán a gyalogost, akkor megjegyzik azt, hogy de ők nem fognak majd egyedül menni az autóba, ezzel a dugót növelve, ahogy megvan a jogsi, egyedül mennek. Tehát nekünk hatalmas felelősségünk van abban, hogy fejben is felkészítsük a leendő autóvezetőket, nem csak a biztonságos, hanem valóban a kultúrát vezetésre, és hát nem véletlen, ugye mai jelszó a környezetvédő, a környezet takarékos vezetés, mert hiszen ide csattan vissza minden, mert sok autó van, szennyezzük a környezetet, állunk a dugóba, türelmetlenek vagyunk, tehát én úgy gondolom, hogy az utak fejlesztése, a kerékpáros közlekedés fejlesztése, amely más szakemberekre tartozik mellett, nagyon fontos az, hogy fejben helyre tudjuk tenni a leendő autóvezetőket, meg a mostaniakat is, tehát nem véletlenül mi is szorgalmazunk folyamatosan, hogy azért nem ártana valamiféle képzés, továbbképzés azoknak, akik régóta vezetnek, akár ilyen irányba is, hogy hogyan tudunk optimálisan közlekedni, tehát ne csak a szabályokra figyeljünk, hanem tényleg környezettudatosan, biztonságosan és optimálisan haladni. Áron? Kérdezted, hogy milyen a közlekedés ma Budapesten, most közben itt eszembe jutott, hogy olyan, mintha fognám ezt az üveget, és tölteném a pohárba a vizet, és nem hagynám abba. De azzal a különbség, hogy igazából nem egy ilyen ekkora palackból kéne tölteni, hanem behozhatnék egy slagot a mosdóból, és tölteném, és nem hagynám ezt abba. Majd nagyjából így bánunk az autókkal jelenleg Budapesten, hogy nem fér el ebbe a pohárba, nem férne be az összes víz, ha a mosdóból kivezetnék egy slagot, de hogy minden áron azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk beletölteni. És az utóbbi pontot, hogy növekedett az autók száma, több százezerrel nőtt 10 év alatt az autók száma Budapesten és az agglomerációban. Miközben egyébként minden statisztika azt mutatja, hogy ezeket a kocsikat nem használjuk ki, mert az autóban 1,2 ember ül. Most ezt így nehéz elképzelni, de hogyha statisztikailag nézzük. És ezzel elfoglalunk mondjuk egy szobányi helyet, hogyha menet közben nézzük féktávolsággal, akkor még nagyobb helyet nyilván. Miközben azt kéne nézni, hogy hogyan tudunk a legtöbb embert a lehető leggyorsabban egy adott ponton átvinni. Ez nyilván a tömegközlekedés, tehát a tömegközlekedés fejlesztésével tudnánk azt megoldani, hogy minél több ember nagy távolságot megtegyen, de nyilván a gyalogos közlekedés, bizonyos ilyen távolságon belül, egy nagyobb távolságon belül a kerékpáros közlekedés, ez egy ilyen elég hatékony módja, hogy mindenféle környezeti károk nélkül minél több ember tudjon mozogni. De hogy közben van egy olyan tendencia is, aminek meg nem akar senki szinte valahogy véget vetni, vagy valamilyen keretek közé szorítani, ez a szuburbanizáció, hogy élhetetlen a belváros, kiköltözünk a kertvárosban pedig aztán utána egy kicsit később úgy azt találjuk, hogy hát nem ezért jöttünk, nem? Hogy egy idő után a kertvárosi polgármesterek is már egy idő után elkezdenek azon gondolkodni, hogy mi történt a településemmel. Mert hogy nyilván az infrastruktúra nem bírja el, de nem csak az utak nem bírják el, amik ugyanakkorák, mint 100 éve, hanem a vízvezeték, az elektromos, tehát hogy semmi nem bírja el azt a mennyiségű embert, ami ott oda költözött. Nincsen bolt a közelben, nincsen munkahely a közelben, mindenért akkor el fogunk kezdeni autóba ülni. És most nagyon nagy tervek vannak mondjuk a kötött pályás közlekedés fejlesztésére, ami szerintem mondjuk remek, tehát hogy tényleg, de még mindig azzal számolnak, hogy továbbra is az emberek ki fognak költözni a belvárosból. Miközben egyébként, hogyha belvárosban lakunk, annak nem törvényszerű, hogy élhetetlen. Tehát nem törvényszerű, hogy smog legyen, hogy nem tudom, kosz legyen, és a gyerekeket nem merjük elengedni, hogy a belvárosi kerületekben gyakorlatilag nem nagyon látsz gyerekes családokat egy bizonyos kor alatt, mert nincs játszótér. És akkor még ezt is sorolhatnám tovább. Hogy ezt egy kicsit újra kéne gondolni, hogy van nagyon divatos szóval például a 15 perces város. Legyen minden közel, minden funkció legyen közel. Nyilvánvalóan az agglomerációban sosem lesz meg, de hogy mondjuk ne kelljen nekem nagyon messzire menni, hogyha főznem kell, és a hozzávalókat össze akarom szedni. És egyébként, most ugye itt Rákos ment pont érintett, tehát vannak még mindig olyan települések, vagy település részek is Budapesten, amik el vannak vágva egymástól kerékpárral,
Rákosmentéről nem lehet gyakorlatilag kulturált körülmények között bejutni az Örsözért teréig vagy Kőbányára. 16. kerületben már át lehet menni, de a Rákospatak menti kerékpárút például egy olyan projekt, ami évek óta húzódik, a tervezése, a kivitelezése és így tovább. Vasúttal már egy kicsit talán jobb, de azért az is egy kérdés, hogy a kerület egyes részéről hogyan jutunk ki a vasútállomásra. A hollandoknál egyébként így oldják meg az agglomerációs közlekedést, kibicikliznek az állomásra, nyilván megfelelő kerékpárút vagy kerékpársáv vezet oda, ott le tudják tenni a biciklit, vonattal mennek tovább, és mondjuk a nyugatiban átszállnak egy másik, vagy a keletiben egy másik bringára, közbringára, vagy egy buszra. Tehát, hogy meg lehet ezt oldani, csak ennek a fenntarthatósága azért például az örökös kiköltözésnek nem biztos, hogy fenntartható. Én még visszatérek annyiba, hogy az előbb elfelejtettem azt mondani, hogy ugye a morálra, hogy mennyire vagyunk, és itt a legfontosabb lenne a tolerancia egymással szemben. Tehát, hogyha felszállunk mondjuk a tömegközlekedésre, és azt látjuk, hogy mondjuk felszáll egy kismama, és nem adják át neki az ülőhelyet, vagy mondjuk a közértben nem engedik előre, mert nagyon sietek, akkor nem fogom átengedni ugyanez az ember a gyalogos sem, és a bicikli sem lesz toleráns, és ugyanúgy fordítva sem, hanem erőből próbálja majd megoldani igazából azt az érdeket, hogy ő kerüljön előrébb a közlekedésbe is. Tehát amennyiben előzékenyek és udvariasak vagyunk egymással a társadalomban, akkor előzékenyek és udvariasabbak leszünk egymással egyébként a közlekedésben is. De ehhez azt a gondolkodásmódot kell véleményem szerint megváltoztatni, hogy megint mondjuk egy példát, hogy ne abból az aspektusból induljunk ki, hogy mondjuk azért ül valaki autóba, mert kettelésből szeret környezetkárosító gázokat kibocsájtani az autójából, vagy hogy másoknak bosszúságot okozzon. Nem lehet, hogy valaki azért ül autóba például, mert akár Rákosmentéről nehéz lenne megoldani, hogy a gyereket bevigye mondjuk az iskolába kerékpárral, vagy bármi mással. És hogyha megoldásokról beszélgetünk, ugye itt nagyon sok minden elhangzott már ahhoz, hogy igen, 21%-kal nőtt egyébként Budapesten az elmúlt 5-8 évben az autók száma, ugyanez az agglomerációban 40%, tehát ezek nagyon nagy számok, de és az is igaz, hogy nagyjából egy ember, másfél ember ül mondjuk egy autóba, de csak mondom a saját példámat. Én próbálkoztam vele közel fél éven keresztül Rákosmentén, hogy reggel, amikor jöttem be a városba a parlamenthez, ugye általában azért öltönyben járok be a parlamentbe, jól öltözettel és hasonló, és álltak az emberek a buszmegállóba. Én mindig megálltam, és lehúztam az ablakot, egy normális autóval, én úgy gondolom, hogy nem is annyira riasztó kinézettel, és megkérdeztem, nem célzottan egy-egy emberre, hanem megkérdeztem, hogy megyek be a belvárosba, a parlamenthez, aki gondolja, azt szívesen elviszem. Soha senki nem szállt be az autóba, és egy idő után ezt feladtam. De vannak arra például példák, és itt jönnek azok, hogy lehetne ötletelni és megvalósítani Nyugat-Európában, hogy vannak olyan buszmegállók, ahol van egy tábla, és ha valaki ott áll a buszmegállóban, és fölteszi a táblát, az azt jelenti, hogy ha valaki hajlandó őt elvinni, akkor szívesen beül az autóba. Tehát a bizalom az emberek irányába ebben lehetne növelni, mert nekem teljesen mindegy lenne, hogy egyedül jövök be az M0-áson mondjuk, vagy pedig még beül 4 ember az autóba, és gyorsabban is bejutnának, és már mindjárt kevesebb ember menne be. És a másik az, hogy persze lehet itt fejleszteni a vasútvonalat, meg a metróvonalat, meg minden egyebet, de attól, hogy fejlesztjük a vasútvonalat, vagy a metróvonalat, attól még nem tettük érdekelté az autósokat, hogy lerakják az autókat, vagy nem teremtettünk olyan feltételeket, ami miatt leraknák. Hiszen ha nem tud megállni, és nincs a vasútvonal közelében megfelelő P+L parkoló, akkor nem fogja lerakni az autót, mert nem tud hol leparkolni. Ha nem mondjuk például azt, és ez is csak egy ötletelés, hogy akinek érvényes forgalmi engedélye van, az mondjuk ingyen utazhatna a BKV járatain ő egyedül, hanem még jegyet kell venni, akkor megint nem fogja lerakni az autót, mert azt mondja, hogy van autón, fizetek érte adót, súlyadót, mindent, benzint, akármit, akkor
De hogyha azt mondanák neki, hogy tessék, ha neked van egy érvényes forgalmi engedélyed, akkor az is elég felmutatni mindegy bérletet, akkor elképzelhető, hogy azt mondja, hogy lerakom az autót, mert akkor felszállok erre a buszra, vagy arra a villamosra. És mondom, a koncepció nincs meg igazából abban, hogy mit akarunk fejleszteni. Tehát a kötött pályás, ha már a Rákos mentén jött szóba, Rákos mentére egyáltalán nincs kötött pályás közlekedés, és nem is tervezik, hiszen most a M2-es metrónak a megújításánál egy 90 000-es városrészt egyszerűen kihagynak belőle, pedig az lenne a legcélszerűbb, hogy kivinni ugyanúgy a 2-es metrót, mint ahogy kiviszik Csömörig, egy oldalszárnyal kihozni, és már mindjárt 90 000-es városrészbe, ha korszerűen, gyorsan és kulturáltan tudnának bejutni a városba, akkor meggyőződésem, hogy abból az autó áradatból, ami jelen pillanatban a Pesti úton végigmegy, nagyon gyorsan le lehetne csökkenteni, mert egyszerű lenne fölülni a metróra. Tehát még ezt mondom, koncepciós, de a koncepcióhoz nagyon sok minden hozzátartozik, nem csak az, hogy fejleszik a vasútvonalat, hanem milyen kiszolgáló egységeket fejlesztünk még mellette, és milyen ellátási rendszert fejlesztünk az adott területen. Vissza fogunk térni. Persze. Hogy azért ott a gödöllői vonal, az nem nincsen messze Rákos keresztúr központjától, és ott nemrég újították fel az állomásokat, van P+R parkoló, és onnan negyed óra alatt be lehet jutni a Keletibe, újabb negyed óra onnan a Kossuth tér. Már Rákos mentén nincsenek, újították fel a P+R parkoló. Az a vonal, amelyik ott megy a... Körülbelül azt jelenti, hogy az összes vasútállomást figyelembe véve nagyjából olyan 70 és 80 autóférőhely van a P+R parkolókban, hiszen ezek mind kisebb parkolók. Tehát nem megoldott. A másik, ha megint közlekedési szempontból veszük, hogyha a Csömöri hévet, és hát a hévet is ugye a 2-es metrót összekötik, a 16. kerületen átmegy, elvileg, ha ránézünk a térképre, akkor pikpak közel van egymáshoz a kettő. A probléma csak az, hogy tovább tart a 17. kerületből átmenni tömegközlekedéssel a 16. kerületben, mint mondjuk bejutni a Blahalúza térre. Nem vitatkozni akartam, csak azért mondom, hogy amikor Rákos keresztúra megyek, mindig úgy megyek, hogy kimegyek a Keletibe biciklivel, és nem akarom ráveszni a biciklizésre képviselő urat, de hogy kimegyek a Keletibe, negyed óra alatt letesz a valamelyik állomásnál, és onnan tekerek be mondjuk Rákos keresztúra. Ez meg lehet, csak itt jönnek megint akkor, hogyha lerakjuk a kerékpárt mondjuk valamelyik vasútállomáson, vannak erre is példák, hogy mire megérkeztek, már nem volt ott a kerékpár. Olcsóbb ring a drága lakat, sokáig a tiéd van, okay. Csak mennyire tudjuk az biztonságosá tenni, hogy a kerékpár ott is marad, vagy mennyire tudjuk azt megvalósítani, hogy ezek a P+R parkolók, amiből most mondom, nagyon kevés van, ezek olyan létszámban legyenek jelen, hogy megfelelően le is tudják rakni az autókat a környéken, és mondjuk érdekelte is tegyük az autóst azzal kapcsolatosan, hogy bejöjjön a városba a tömegközlekedéssel. Nyilván azt hiszem, hogy mindannyian ezt gondoljuk, hogy a fő célja mindenkinek az lenne, hogy a megfelelő motivációt meg tudjuk adni az embereknek ahhoz, hogy a saját gépjárművel való közlekedés helyett a tömegközlekedést választják, és nyilván ez motivációs tényezők, minőségi tömegközlekedés szükséges. Most egy kicsit az agglomerációs kérdésről áttérnénk a belváros kérdésére, és itt már azért egy kicsit a kerékpáros közlekedésre is ki szeretnék térni, és nagyon kíváncsi lennék a véleményekre, elsősorban a kerékpárosok kereszttudásával kapcsolatban, a forgalomban való részvételükkel kapcsolatban, akár a járdán való közlekedés, vagy a forgalomban. És egy nagyon kényes témát szeretnék érinteni, ami azt gondolom, hogy lassan egy éve kényes kérdés, mind autós, mind kerékpáros szempontból, ez a körúti kerékpársáv kérdése, ami bár az autósok kárára történt meg, de nem vagyok benne biztos, hogy kellő kerékpárosnak a bátorságát és szimpátiáját vívta ki ez a sáv. És itt gondolok egyébként a közlekedés biztonsági kérdésekre. Nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre ezzel a kérdéssel kapcsolatban.
Kerékpárosok kressztudása, ez egy jó kérdés. Bár én mindig megvédem a bicikliseket valahol, hiszen akinek eleve van vezetői engedélye bármilyen kategóriában, lehet, hogy már nem emlékszünk rá, de annak idején, amikor tanultuk a kreszt, a tananyag része volt a kerékpáros közlekedés szabálya, sőt, ha visszaemlékezünk, a vizsgán voltak kérdések kerékpárral kapcsolatban. Tehát igenis, akinek jogsia van, annak tudni kell a szabályokat. Hát persze sokszor tapasztalom, valaki átül az autóból a kerékpárra, és elfelejt mindent. Mert a kerékpár egy nagyobb szabadság. Hát persze ebből következik, hogy sokszor azt tapasztaljuk, itt Áron is említettem már, hogy mintha egy harc lenne az autósok meg a kerékpárosok között, bár szerintem az autósok jobban haragudnak a biciklisekre, mint visszafele. Hát persze már állok az autóval a dugóba, a biciklis meg már megy, átmegy a piros lámpán, és egyéb, csak ezt látják az autósok, de nyilván a biciklis azért ezt megfelelő biztonsággal tudja megcsinálni, még akkor is, ha nem szabályos. Tehát nyilván itt a kerékpárosok tanítása az egy fontos téma lenne, de én úgy gondolom, hogy aki kerékpárra ül ma a belvárosban, az alapvető szabályokat ismeri, és nem abból van a konfliktus. De például az utak kialakítása, és nagyon jól szóba jött a körúti kerékpársáv, ami egy jó megoldás is lehet. Én szakemberként azt mondom, hogy nincs jól kialakítva, tehát nincs jól felfestve, nincs jól kitáblázva, tehát szinte ellentmond a jelenlegi kressz szabályoknak, de a kedvenc példám az nem a körút, hanem a Rákóczi út. Nem tudom, hogy ki mennyire tájékozott, ott van két sáv, a buszsáv, és hivatalosan a kerékpárosnak a Rákóczi úton a buszsáv mellett a belső sáv szélén kéne menni, a hetes busz és a terepjárók között. Hát erre mondom én, hogy itt kéne átgondolni a kreszt, hogy nem lenne célszerű például fölengedni a Rákóczi úton a járdára a bicikliseket, ami 8 méter széles, és hát minimális gyalogos közlekedés van már csak a biztonság szempontjából is. Tehát ezekkel a témákkal mindenképpen foglalkozni kéne. Mondom, a körúti kerékpársáv, én is csináltam több cikket, filmet ezzel kapcsolatban. Én úgy látom, az autósok akármennyire is morogtak, nagyjából már elfogadták, tehát semmivel nagyobb dugó nincs a körúton most már autós szempontból, mint volt, de mondom, a kialakítása azért hagy maga után kívánnivalót, illetve hát át kéne gondolni a kressz módosítását, mert jelen pillanatban hivatalosan kerékpársában csak kerékpáros közlekedhet. Szerintem semmi gondot nem okoz az, hogyha segédmotoros pizzafutárok végigmennek abban, legfeljebb csökkenteni kell a sebességüket, aztán itt van az elektromos rollerek kérdése, tehát azért itt a szabály módosítással, alkotással is lehetne eltöprengeni ezen a helyzeten. Hozzáteszem, akárhogy számolom, 2009-ben volt az utolsó nagy kresszmódosítás, amikor a bicikliseket is helyre tettük, azóta semmi terveket hallani, azért ezek nagyon fontos lépések lennének a jövő biztonsága szempontjából. Én köszönöm a szót. Ilyenkor szoktam furán érezni magamat, hogy mégis egy autós biciklis vita lesz itt, és most kettő versus egy, de hogy... Csak hogy én azt gondolom, hogy nem a kerékpárosok kressztudása a legérdekesebb téma, amikor a kerékpározás térnyeréséről beszélünk, mert szerintem, hogyha valaki közlekedik az utcára, kimegy, akkor látja, hogy mindenki minden eszközzel mindent csinál. A kérdés az, hogy ezen mennyire veszélyeztet másokat. Tehát, hogy itt vagyunk, pár sarokra vagyunk a Váci úttól, szerintem 90% nem tartja be a sebességhatárokat, és ezt onnan tudom, hogy amikor kocsival megyek a 70-es táblánál, akkor biztos, hogy rögtön valaki 80-nal a nyakamba akar jönni. Na mindegy, szóval, hogy visszautalva még arra, hogy van-e koncepció, és akkor majd áttérek a körútas kérdésre, hogy egyébként van. Tehát a főváros 2014-ben elfogadta a Balázs Mór tervet, ezt később átnevezték Budapesti mobilitási terve, 2019-ben mindegyik politikai párt megszavazta, és ebben nagyon világos célok voltak lefektetve, csak messzire. Tehát 2030-ra azt mondta Balázs Mór terv, meg a Budapesti Mobilitási Terv, hogy a kerékpáros arányt a 14-es, 2%-os bázisról az összes megtett útban fölemeljük 10%-ra, megemeljük a gyalogos arányt, megemeljük a tömegközlekedést, és csökkentjük az autós közlekedés arányát. Aztán ilyenkor mindig az van ezekkel a messzi célokkal, hogy nincsen cselekvési terv, nincsenek kitűzve, hogy akkor mit érünk el 2015-ben, 2020-ban, 25-ben, és akkor 30-ra ez megvalósul. És 2020-ig gyakorlatilag nem, mondjuk úgy 2015 és 20 között nem nagyon voltak kerékpáros fejlesztések Budapesten. Itt-ott épült Keletpesten, Sashalmon,
a vizes VB környékén épült egy-két kerékpárút, de hogy olyan nagy mértékű átrendezés nem történt. Közben viszont, mint már beszéltük, nőtt az autók száma. És a legnagyobb visszatartó erőt, hogy az emberek elkezdenek kerékpározni, az autózás jelenti. Tehát félnek a kocsiktól. Van egy felmérésünk, amit két évente csinálunk, ezt majd akkor oda is adom, Így bringázik Magyarország címmel. Az látszik belőle, hogy a magyarok nyitottak a kerékpározásra, szeretnének, van kerékpárjuk. Felnőttek 71%-kal valamilyen gyakorisággal fölülre, és Budapesten ez most 51-ről megnőtt 57-re két év alatt. Csak hogy nem mernek elindulni. És már egy felfestett sárga csík megad egy olyan biztonságérzetet, hogy elkezdik használni. És tavaly az történt, tehát nem csak a körúton alakította ki kerékpársávot, a Bartók Béla úton végre összeért a Móricz és a külső rész közötti kerékpárút, meg lett két leágazása Újbudán, lett a Baross utcán kerékpárút, amit 2014-re ígértek meg először, az tavaly készült el, vagy kerékpársáv, ezzel Kőbányát kötötték rá a körútra, a körúton keresztül el lehet érni egy csomó városrészt, és látszott az, hogy ezeken elkezdtek az emberek közlekedni, és tényleg nem tökéletes. Tehát, hogy nem ez lenne az ideális holland kerékpársáv, mint most, gyorsan, olcsón ezt sikerült csinálni, de láthatóan lett olyan hatása, hogy például a járdáról rengetegen lejöttek a kerékpársávra, vannak még most is a járdán kerékpározók töredéke. Tehát, hogyha a Szent István körútat megnézzük, ahol nincs kerékpársáv, és megnézzük a Terész körútat, látszik a különbség, ahol nincs kerékpársáv, ott felmennek a járdára, ahol meg van, ott nem annyira. Az összes többi részen is látszik az, hogy megnőtt a kerékpározók száma, és ettől függetlenül viszont a városban az mindig elmondható, hogy azért az infrastruktúra nem segít sem abban, hogy konfliktusmentesen, sem abban, hogy szabályosan közlekedjünk. Tehát azért az utóbbi években legalább olyan kerékpársávok épültek, amik logikusak, az út két oldalán megfelelő irányba visz, arra, merre az autóval is közlekedünk, tehát hogyha én kocsival megyek, akkor is tudom, hogy vagy hogyha bekanyarodok jobbra, hátra nézek, látom, jön-e valaki, vagy messziről látom, hogy ott megy előttem. Máskor ez nem így volt. Tehát, hogyha elmegyünk a Tabán környékén lévő kerékpárútra, vagy bármelyikre a városban, azt látjuk, hogy a járdán, az utca egyik oldalán, a másik oldalára teredik fel a járdára, keskeny kerékpárúton két irányba, kapubeálló, utcasarok, nem lehet belátni, és ez még mindig megvan. És ezek a régi elavult megoldások találkoznak az új megoldásokkal, valahol egyszer csak véget érnek a kereszteződés előtt, mint az Asztóriánál, és akkor hirtelen mindenki keresi a saját helyét, vagy felmegy a járdára, ezzel konfliktust okoz a gyalogosoknak. És itt próbálnak az emberek, akik egyébként szeretnének kerékpározni, valahogy eljutni A-ból B-be. Én nem tudom, én azt szoktam mindig mondani, hogyha valaki ezt számon kéri rajtam, hogy menjen el a Bajcsi Andrássy kereszteződés volt az Erzsébet térnél. Ott van kerékpársáv az Andrássyn. Ha az oktogon felől jövünk, akkor megszűnik a csomópont előtt, és akkor old meg, ahogy tudod. Van kerékpárút a Bajcsi járdáján az egyik oldalon, van az Erzsébet téren olyan kerékpárút, amit csak kitettek egy táblát egyébként a járda, és ott van a buszmegálló, de kötelező vagy ott közlekedni, és akkor próbálj meg logikusan eljutni valahogyan, átjutni ezen a kereszteződésen. Hát nem fog menni, és az emberek valamit csinálnak, és ennek a valaminek aztán nem fognak a többiek örülni valószínűleg, lesz belőle dudálás, anyázás, jobb esetben csak integetés, és utána kérdések a műsorokban. Szilágyi, úgy gondolom, hogy a közlekedésnek a legfontosabb ismérvének és céljának annak kellene lennie, hogy az mindenkire, aki a közlekedésben részt vesz, mindenki biztonságosan tudjon közlekedni. Ennek kellene a legfőbb szempontnak lennie. És én úgy gondolom, hogy amikor vannak tervek, és itt beszéltünk tervekről, hogy milyen koncepciók vannak fejlesztésre, vagy bármi egyébnek, akkor a szép, hogy vannak tervek, csak amikor egy-egy terv elhúzódik 8-10 éven keresztül, akkor reagálni kellene a világ változásaira, és itt elhangzott, hogy például a kerékpár sávokban csak kerékpárosok közlekedhetnének. De mi van azokkal például, csak fölteszem a kérdést, akik nem szeretnének mondjuk autóval közlekedni, nem tudják mondjuk
a tömegközlekedés sem olyan szinten igénybe venni, ami nekik megfelelő lenne, de mondjuk akár egészségi állapotuk miatt nem képesek akár 5-10 kilométert kerékpárral megtenni, de szívesen fölülnének mondjuk bármilyen elektromos közlekedési eszközre, hogyha olyan szabályok vonatkoznának ezekre az elektromos közlekedési eszközökre, amiket be tudnának tartani, hiszen ma Magyarországon megengedik, hogy megvegyék mondjuk adott esetben az elektromos rollereket magáncélra, azt felejtik el közölni ilyenkor, hogy a kerékpárúton nem közlekedhetsz vele, jogosítvány kellene hozzá, különböző védőfelszerelések, és a rendőr bármikor megbüntethet, mert olyan törvény van érvényben, amivel nem lehetne közlekedni, és a rendőrnek a jó indulatán múlik, hogy engedi vagy nem engedi mondjuk adott esetben ezeket. Tehát én úgy gondolom, hogy minden esetben alkalmazkodni kellene a változó világhoz, és a biztonságra most megint csak egy dolog jutott eszembe, hogy meg lehet azt határozni mondjuk a belvárosban, hogy innentől kezdve a kerékpárosok például közlekedhetnek az egyirányú utcában, szemben a forgalommal. De, és ez a kerékpáros társadalom érdeke is, meg az autós társadalom érdeke is, hogy van egy olyan kressz szabály, bár én nem vagyok szakember, amit úgy hívnak, hogy jobbkész szabály. Na most innentől kezdve, hogyha a kerékpáros bejön szembe az utcába, akkor egyértelműen rá is vonatkozik ugyanúgy a jobbkész szabály, de, és itt jön megint az, hogy az az autós is tudja, hogy amikor ő egy egyirányú utcába jön, és tudja, hogy a másik utca is egyirányú, és odaér a kereszteződéshez, akkor ő adott esetben ne csak jobb oldalra nézzen, hanem bal oldalra is, mert onnan jöhet kerékpáros. Eddig nem jöheted, de most jöhet. És a kerékpárosnak is tudnia kell, hogy amikor odaérkezek az utcához, akkor nekem jobbkész szabály van. Tehát az a legfontosabb, mert amikor megtörténik egy baleset, bármivel, tehát autóval, autó, kerékpárral, bármivel, akkor én szerintem teljesen mindegy igazából, csak a törvényt érdekli, hogy ki volt a hibás, a baj megtörtént. Tehát akárki volt a hibás, mindenkinek kára származik ebből, mindenkinek nem csak anyagi kára egyébként, hanem lelkisérülésektől kezdve bármi lehet. Mit mondtad, hogy félnek a kerékpárosok? Igen, van, hogy félnek az autósoktól, mert mondjuk nem közlekedik annyira biztonságosan. Ő sem, az autó sem engedi be, és akkor ebből konfliktusok származhatnak. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen a biztonság számít, és itt mindenképpen be kell csatolni azt is, hogyha az összes tehát az autóval közlekedőknek kötelező felelősségbiztosítással rendelkezni, akkor lehet, hogy az összes közlekedésben résztvevőnek kötelezően felelősségbiztosítással rendelkeznie, hiszen ők is okozhatnak kárt másoknak. Tehát egy sokkal komplexebb, és ezért mondtam, sokkal komplexebb kérdésről van szó, ahol valóban nagyon sokat kellene ahhoz egyeztetni, és nagyon sokat kellene beszélni, hogy egy olyan koncepciót ki tudjunk találni, ami mind az autósoknak, mind a kerékpárosoknak, mind a gyalogosoknak jó, és akkor még nem beszéltünk arról a társadalmi kérdésekről, hogy hogy viszonyulunk egymáshoz, visszatérek megint a toleranciára. Most érdekes volt az anomália, amit a Kressz professzor mondott, hogy a Rákóczi út kapcsán ez a buszsáv és az autós forgalom közébe terelt kerékpársáv, hogy pont egyébként a szóba jövő Bajcsi-Zsilinszky úti kerékpár. Csak arról beszélek, hogyha le akar valaki parkolni, és véletlenül nem figyel normálisan, csak úgy tud leparkolni a parkolóhelyre, hogy a kerékpáros sávon keresztül kell mennie, ami nem jó sem a kerékpárosoknak, sem az autósoknak, hiszen a legkisebb figyelmetlenségnél is már baleset történhet. Viszont én arra akartam kiukadni arra a szakaszra, ahol az elég széles járdából egy oda-vissza sávú kerékpársáv van a járdából leválasztva, és azt gondolom, hogy ez egy elég jó koncepció. Én ha arra megyek kerékpárral, akkor nekem az szimpatikus szokott lenni, és ennek ellenére miért nem próbáljuk meg ezt a gyakorlatot átültetni további helyszíneken, ha már van jó megoldás? A jó megoldás az pont az, mint a körúton. Tehát, hogyha irányhelyes sávok vannak ilyen belvárosi környezetben. Tehát a Bajcsinál ott pont az látszik, ugye az egy széles út, és az egyik oldalon a járdáról leválasztották a kerék 2005-ben. De 2005-ben még nem voltak ott a szórakozóhelyek, nem volt annyi turista, nem kerékpározott szinte, nem tudom, párunkon kívül sok ember, nem volt roller, nem volt szegvély, nem volt nem tudom mi. Most látszik az, hogy járdából vették el, de attól még a gyalogosok rámennek, a turisták rámennek, és ez nem jó szívvel csengetek, amikor nem megy arrébb, mert nem vesz észre, mert tudom, hogy egyébként ez egy járda lenne,
A másik pedig az, hogy az autóvezető meg nem lát engem, vagy nem is számít rám, amikor bekanyarodik, vagy kijön a mellékutcából. Mert ő azt gondolja, hogy az egy járda. Hiába van felfestve, csomó minden elvonja a figyelmét, és nem számít arra, hogy én ott jövök, elsőbségem van, vagy nem is lát a parkoló kocsiktól esetleg. Ilyen csomó ilyen konfliktus helyzet van, amikor meg bekanyarodsz, és nem is irányhelyesen jön a kerékpáros, a kétirányú kerékpárúton, arra még kevésbé számítasz. De egyébként érdekes ez a kresszmódosítás kérdése, mert évek óta szó van róla. Konkrétan mert évek óta van egy munkacsoport, amelyik ezen dolgozik. 2017-ben indult el az egyeztetése, eredetileg főleg kerékpáros kérdésekről volt szó, előzési oldaltávolságról, a használhatatlan kerékpárútak használatán, a kötelező használatán feloldásról, meg ilyen témákról. Aztán bejött a rollerek kérdése, mert közben elterjedtek a rollerek, de még mindig nem történt meg a kresszváltoztatás. Gyakorlatilag én nem vettem részt az egyeztetéseken, de szerintem gyakorlatilag már be lehet nevezni, készen van kb. A javaslat. És ez valahol most megint elakadt. Akkor már is, most a roller egyébként például gyalogosnak számít, mivel nincs szabályozva. A nyugat-európai gyakorlat az, hogy mehetsz vele a kerékpárúton, és mehetsz vele a forgalomban. Nekem volt egy ilyen élményem, hogy Brüsszelben voltam, és Brüsszelben, hát ott a rollerekkel nyugodtan közlekedtem. Tehát a kerékpárúton, kerékpársávon, ott is irányhelyesen ki voltak jelölve ezek az utak, vagy sávok, teljesen logikus volt. Ahol nem volt kerékpársáv, ott mentem az úttesten, ezek főleg kisebb forgalmú utcák voltak, a nagyobb forgalmunknál szinte mindenhol volt kerékpársáv, és ott meg annyira megszokták már ezt az egészet, hogy én éreztem magam hülyén, hogy 25-tel megyek a rollerrel, és mögöttem a furgon nem akar megelőzni. De nem értettem, hogy mit akar ott mögöttem, miért nem szorít le, vagy valami. És akkor már így integettem, hogy menjen, és akkor meg ő érezte magát hülyén. Aztán leszálltam a reptéri 100-as buszról, a Deákon, felszedtem ugyanannak a roller cégnek a rollerét, hogy akkor hazamegyek vele, és már is senki nem értette, hogy mit keresek. Sem a kerékpárúton, sem a kisforgalmú utca úttestén, a parlamenthez közel, emlékszem, hogy egy terepjárós jött, és akkor ő nem akart elengedni, mert nem tudom, mit gondolt, de hogy nem értette ő sem, hogy én mit keresek ott. Pedig ezek az eszközök itt vannak. Tehát én nem várnék már nagyon sokáig, ha döntéshozó lennék, szerintem ezeket be kéne vezetni, mert az emberek itt vannak hozzá, használják, szeretnék használni, terjednek, le kéne szabályozni, és akkor sokkal egyszerűbb lenne az élet. Ráadásul zavart is okozunk az emberek fejében, mert ugye Áron is azt mondta, hogy ha a kressz szó szerint veszem, akkor jelen pillanatban az elektromos roller gyalogosnak minősül. De ugyanakkor a rendőrségnek van egy olyan útmutatása, nem is tudom, hogy mondjam, hogy segédmotoros kerékpár, mert abban is motor van. Sőt, így van, sőt ez alapján én nekem is volt konkrét esetem, hogy büntettek kerékpárosokat, hogy nem volt rajta. Sisak, holott a jogszabályban ez nem szerepel, három mondattal ki lehet egész a kreszt, és ugye általában mi mindig szaladunk a szabályok után, tehát biztos emlékszünk arra, hogy éveken keresztül a motorosok, kismotorosok mindig előre mentek a sor mellé, ahogy lámpás kereszteződés volt, hát egyszer csak azt vettük észre, hogy 2009-ben belevették ezt a kresztbe, mert úgy is csinálják. Tehát most is ezt látom majd, hogy amit úgy is megcsinálnak a rollerosok, például mennek a kerékpársávon, kerékpárúton, az bele fogják venni a kreszbe, holott szerintem ez fordítva kellett volna, amikor feltűntek az ilyen járművek, akkor a jogalkotónak eszmélni kellett volna, hogy tegyük helyre, mert hiszen egyre több van, egyre többféle ilyen jármű van, és valóban bizonytalanságban közlekednek. Ezzel egyetértek is, ha már fölött ezt a brüsszeli példát, akkor megint visszatélek a toleranciára, meg arra, hogy viselkedünk egymással. Egy német példával, az egyik barátom Németországban egy olyan kereszteződéshez érkezett, ami csak akkor vált át, hogyha az autó odaáll a megfelelő érzékelőre, és akkor érzi a kereszteződésben a technika, hogy áll egy autó, tehát a legközelebb váltani fog. És ő ezt nem tudta, hátrább állt meg, mint az érzékelőre ráállt volna. Mögötte, mert álltak már vagy 3 perce, át vagy 8-10 autó, most képzeljük el ezt mondjuk Budapesten, vagy bárhol máshol, hogy milyen dudálás lett volna, és ökölrázás. Itt meg nem az történt, hanem a mögötte levő
kiszállt az autóból, oda sétált, bekopogott, és elmondta neki, hogy álljon egy kicsit előrébb, mert addig ők innen nem mennek el, ha még nem áll rá az érzékelőre. Tehát ezek mind-mind hozzátartoznak egyébként a közlekedéshez és a közlekedési morálunkhoz. Én úgy gondolom, hogy egyébként ezen lehetne változtatni, nagyon nagy mértékben lehetne változtatni, de esetleg komolyan kellene venni azt, hogy például már az általános iskolákban elkezdjük oktatni mondjuk a gyerekeket a közlekedés szabályaira normálisan. És ez legyen kerékpáros közlekedés, legyen e-roller, mert ugye ott nem kell még autós közlekedéssel oktatni őket, vagy legyen gyalogos közlekedés, hiszen ezek mind-mind hozzátartoznak a közlekedésünkhöz, és minél előbb elkezdik megtanulni, és tisztában vannak az alapvető szabályokkal, annál könnyebb lesz egyébként a közlekedésünk a jövőt illetően. Nagyjából egy bő 10 percünk maradt, úgyhogy én át is térnék itt a kérdések körére, hiszen érkeztek hozzánk érdekes kérdések, amiben majd kérném tőletek, hogy mindannyian foglaljatok állást. Tehát az első kérdés az úgy hangzik, hogy mi a véleményetek a kerékpáros jogosítvány kötelező bevezetéséről, és itt akár egy államilag támogatott tanfolyammal, és ehhez kapcsolódóan kötelező felelősségbiztosítás bevezetésére, természetesen, hogy ez minden forgalomban résztvevő közlekedési eszközre vonatkozna. Hát kerékpáros jogosítvány régóta felmerül, sőt ismerek olyan kisvárosokat, ahol kísérletképpen gyerekek között csináltak tanfolyamot és osztottak jogosítványt. De egyébként nem a jogosítvány lenne a lényeg, hanem tényleg az, amiről beszéltünk, hogy a kerékpárosok is minden szinten fel legyenek készülve a közösség a közlekedés szabályaira. Tehát felmerül ez a téma. Hát azért, ha most így hirtelen bevezetnék holnap, abból lenne felbuzdulás szerintem, hogy nem igazán szerencsés, de tényleg, ahogy mondtad, a gyerekek tanítását már gyakorlatilag el lehet kezdeni ezt a témát. Szerintem betartatatlan. Bevezethetetlen és betartatatlan. Volt már ilyen egyébként, volt régen rendszám is a bicikliken, de nem működött. És egyszerűen azért, mert annyira egyszerű használni egy kerékpárt, hogy kitolod innen a folyosóról és fölülsz rá. És innentől kezdve ezt nem tudja senki számon kérni soha. Én nem hiszem, tehát hogy alapból nincs elég rendőr a bűncselekmények üldözésére, hát erre aztán végképp nem lenne. Ilyen a felelősségbiztosítás is, ugyanakkor nekem, tehát hogy van elég sok olyan termék már, hogy igénybe lehet venni. Tehát nekem a kerékpáros út tagságon mellé jár felelősségbiztosítás, és szerintem ez egy jó modell. Az oktatásban van nyilvánvalóan a megoldás. Tehát abban, hogy ne kerüljön ki úgy ötödikes, hatodikos gyerek a suliból, aki már ugye önállóan is közlekedhet, hogy nem ismeri a szabályokat, meg a gyakorlatot, mert nem elég csak egyszer leülni egy előadásra, hanem ezt valahogy ki is kell próbálni. De én azért azt nem szeretném, hogy csak a gyerekekről beszéljünk. Tehát mindig a gyerekekről van szó. Ma is volt egy rádióinterjú, ahol csak a gyerekekről volt szó, hogy hát a gyerekek azok fülhallgatóval gyalogolnak, zenét hallgatnak, meg nyomkodják a telefonjukat, de hogy az autóban ülő emberek is nyomkodják a telefonjukat. Amikor én beülök a kocsiba, bekapcsolom mondjuk a Bartók rádiót, és szól valami ária, biztos, hogy nem fogom hallani a mentőt, hogyha jön. Tehát, hogy igazából mindenkit kéne oktatni, és az sem mindegy, hogy milyen példát mutat a gyerekeknek, hogyha róluk beszélünk. De hogy mindegy, a lényeg az, hogy túl bürokratizált megoldások nem fognak sajnos segíteni. Egyszerűen nem megy, nem akarom elutasítani, csak hogy nem tud működni. Hát ennyi erőle gyalogos tanfolyamokat is indítatnak a gyalogosok. Igen, de azért vitatkozunk. Most akkor lehet, hogy kialakul egy vita közöttünk valamilyen szinten, mert én úgy gondolom, hogy az, hogy mennyi rendőr van és hogy tudja ezt ellenőrizni, de hogyha úgy érzi valaki, hogy felelősséggel közlekedik, akkor én nem azért nem iszom soha alkoholt vezetés közben, mert elkaphat a rendőr és megszondázhatat, hiszen hogyha százalékos arányban nézzük, akkor ez nagyon kicsi lenne, hanem azért, mert hogyha balesetet okozok és bármi történik, akkor egyértelműen felelősségre fognak ezzel kapcsolatosan vonni. Ugyanez már mondjuk nem ennyire egyértelmű, hogyha valaki alkoholt fogyaszt és utána kerékpárral. De egyébként megengedik.
kérdi a Kressz azt, hogy, hogy részegen kerékpározunk. Hát, főútvonalon kívül. Nem értettünk egyet a bevezetésével. Igen, tehát azt mondom, hogy azért van lennének olyan dolgok, amik mindenkire kötelezően kellene, hogy vonatkozzanak, és az pedig, hogy elkezdjünk, és esetleg bármilyen alapvető, tehát nem egy olyan kresztan folyamat mondjuk, amit egy autósnak végre kell hajtani, de hogy bármilyen tanfolyamot, amit ingyenesen el lehet végezni ahhoz, az a saját érdekét is képviselni mindenkinek. És én elképzelhetőnek tartanék egy olyan rendszert, ahol azt mondom, hogy bizonyos kor alatt, mert az sem nagyon jó, hogyha a gyerekek egyedül kerékpároznak, mondjuk főleg veszélyes szakaszokon, szülői felügyelettel lehessen kerékpározni, mondjuk, vagy pedig meglévő tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum birtokában. De persze, ez most így furcsán hangzik, de hogyha elkezdenénk ezen dolgozni, és valóban az lenne a cél, hogy minél biztonságosabb legyen a közlekedés, akkor szerintem ezek megvalósíthatóak lennének. Köszönöm szépen. Annyira tökéletes vendégei vagytok a ma estének, hogy egyébként a következő kérdést meg is válaszolta egyben mindenki, ugyanis itt arra szeretett volna a kérdező kitérni, hogy mit gondoltok arról, hogy akár már mondjuk iskolai korban elkezdeni egy olyan jellegű kressz oktatást a gyerekek és a diákok körében, hogy mondjuk az adott korban, amikor ők már részt fognak venni a közlekedésben, rendelkezzenek egy olyan kellő tudást. Nem elég elterjedt. Igen, igen, és itt akartam kiukadni ugye ebben a kérdés kapcsán, hogy azért a prevenció kérdéséről keveset beszéltünk, tehát a baleset megelőzés kérdésében, ami nyilvánvalóan én is egyetértek abban, hogy az, hogy valakinek jogosítványa van, az még nem garancia arra, hogy ő biztonságosan, körültekintően és a többi közlekedésben résztvevőre odafigyelve fog közlekedni, hiszen a legtöbb balesetet olyan ember okozza, aki egyébként rendelkezik jogosítvánnyal, de ugye nyilvánvalóan ezt, ahogy én kiszűrtem a ti válaszotokból, abban mindannyian egyetérthetünk, hogy egy ilyen prevenciós oktatási jellegű, akár államilag és országosan megszervezett módon csak hasznos lehet. Ezért én lehet, hogy most felrobbantom egy kicsit a komment szekciót, de hogy teljesen egyetértek, nagyon fontos, most is van oktatás, nem ér el elég iskolába, és ez nagyon fontos lenne, hogy meglegyen, de azért azt sose felejtsük el, hogy ha egy lakóvezeten óriási autóforgalom átzúdulhat, akkor ott balesetek lesznek. És azoknak a baleseteknek nagy lesz a súlyossága. Hogyha minél gyorsabban haladunk, annál nagyobb tömeggel, annál erősebben tudunk valakit elgázolni, annál súlyosabb lesz a kimenetele, akár halálos. Tehát, hogy nem tudunk úgy közlekedés biztonságot csinálni, és nem tudunk úgy forgalmat csillapítani, mint az elején mondtam, hogy tovább öntjük a pohárba a vizet, és nem próbálunk meg nagyobb poharat most nem fogunk tudni a városainkból csinálni, de hogy valamilyen megoldást találni arra, hogy az emberek, akik mondom nyitottak arra, hogy kerékpározzanak, nyitottak arra, hogy közösségi közlekedést használjanak, nyitottak arra, hogy átszálljanak a külvárosból és bejöjjenek a belvárosba, megoldjuk azt, hogy ezek az emberek biztonságosan, környezetbarát módon közlekedjenek. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az oktatás, csak hogy ez nem fogja ezt az egész problémát így megszüntetni. Vagy hát megszüntetni semmi nem fogja, de csökkenteni. Úgy néz ki, mi vitatkozunk ezen mindig. Szerintem meg igen, hosszú távon. Tehát azt jelenti, hogyha most elkezdenénk megismertetni mondjuk az általános iskolákban és bárhol a kresszelés, a kerékpározással és mondjuk a rollerezéssel, és ezek a gyerekek tapasztalatból tudnák mondjuk azt, hogy miért nehéz kerékpárral közlekedni, vagy miért nehéz mondjuk e-rollerrel közlekedni, ezek a gyerekek 10 év múlva, 15 év múlva lehet, hogy éppen autóvezetők lesznek. És már mindjárt megváltozik elvileg a szemlélete, hiszen akkor vagyok én teljesen ellenséges, én úgy gondolom egyébként, hogy tényleg azok az autósok sokkal ellenségesebbek szerintem a kerékpárosokkal, akik nem ültek még kerékpáron. Tehát ha egyszer én végigmentem már akár a belvárosban, a nagykörúton, vagy bárhol kerékpárral, akkor sokkal jobban meg fogom érteni a kerékpárosok problémáját, mert voltam már ilyen helyzetben. Aki nem volt, az nem fogja megérteni ezt. Abszolút egyetértek. Tehát, hogy nem azt akarom mondani, hogy ne legyen iskolai oktatás, nagyon-nagyon fontos. Nem tudom, lehet akkor itt a végén trollkodni, de hogy nekem nincsenek szavazóim, úgyhogy én mondhatom azt, hogy 18 fölöttieknek is
nagyon-nagyon kéne az, hogy megismertessük a más a szempontjait. Kérdele mondta, hogy a van elvileg, tudja ismerni. Hát elvileg. Hát ott az aztán idősek látjuk, esetleg hogy... falunak biciklizni lehet, hogy ők se tudják. Közben kell egy szajakar, hogy még kettő kérdésünk van, és nagyjából le is járt a műsoridő. Az egyik... jobb közlekedési lámpabeállítások Budapesten enyhítenék-e a dugót? Teljesen jogos a felvetés. Mai komputerizált világban, amikor fotókkal azonosítunk arcokat, autókat, mindent, ezt én sem értem, hogy miért nem lehet optimalizálni jobban a lámpákat. Tehát, ahogy mondtad, nem csak ez a hurokelf, hanem ma már, nem mondom, hogy üljön valaki a stúdióba és nézze és kattogtasson, mint régen a villanyrendőr idejébe, de hát ma már a technika erre alkalmas lenne. Nagyon sok helyen, egyik oldalon nincs már forgalom, másik oldalon áll a fúldugó, tehát egyetértek ezzel. Hozzáteszem, 2007 óta létezik egy uniós jogszabály, hogy amikor a gyalogos a zöld lámpán megy át, akkor nem szabadna, hogy elé kanyarodjon jármű. Tehát pirosat kéne kapni. 2007 óta nem tudjuk megvalósítani, mert olyan lámpa átszervezés lenne, hogy az megint egy fúldugóhoz vezethetne a városba. Meg kell ezt oldani valahogy. Rengeteg ilyen jó műszaki megoldás van. Nagyon-nagyon sokat lehetne segíteni különféle ilyen kisebb beavatkozásokkal is. De mondom, amíg töltjük a pohárba a vizet végtelenül, az csak egy rövid ideig fog megoldást jelenteni. Tehát, hogyha nem adunk az embereknek, vagy nem segítünk hatékonyabban közlekedni, akkor ugyanúgy állni fog egy idő után a dugó. Ez a plusz sávokra is igaz. Erre egy példát tudnék felhozni, azt, hogy amikor a környezetben lát közlekedésről beszélünk is arról, hogy az autók ne álljanak és mondjuk ne bocsássák ki a káros anyaggáz saját magukból, amikor a tömegközlekedés fontosságáról beszélünk, és Tarlós István idejében valakinek a javaslatára, teljesen mindegy, hogy ki volt, átállították a 4-es 6-os villamosnak az útvonalánál a lámpákat, ami azt jelentette, hogy kettő perccel gyorsabban ért át a 4-es 6-os egyik végállomástól a másikig, akkor azzal senki nem foglalkozott, hogy ez például egy olyan szakaszon, ami az Üllőjút Nagykörút kereszteződése volt, azt eredményezte, hogy hónapokon keresztül a Nagykörúttól a Kálvin térig állt a forgalom, mert annak a szakasznak nem volt megfelelő ez a lámpabeállítás, és ezért a két percért hónapokon keresztül a Nagykörútól a Kálvin térig pöfögtek az autók és álltak a dugóba, amikor egyébként simán át tudtak volna menni. Hogyha most annyian ültek meg álltak, ahányan a dugóban voltak kocsikban a Nagykörút és a Kálvin között. Ez lehet, de hogyha azt vették észre, hogy ez problémát okoz a közlekedésben, akkor ezen gyorsan változtatni kellett volna, és hónapokig nem változtattak rajta. Utána hozzáteszem, utána visszaállították, mert látták, hogy ez nem megfelelő. Az utolsó kérdés az szintén talán leginkább egy belvárost érintő probléma, az pedig a rollerek parkolása is, hogy megoldatlan, és hogy vagy a járdán, vagy az autóknak fenntartott helyeken parkoltatják, nincs egységes szabályozás, és hogy az egyik baleset veszélyes, a másik elveszi a parkolóhelyeket, vagy ezzel kapcsolatban vélemény. Nem is tudom, mi a nagyobb probléma, hogy hol közlekedjenek a rollerek, vagy hogy hol tegyük le őket, teljesen jogos. Ez bosszantó, tehát szana szét lehet rollerokat mai napig is látni, bár igyekeznek, próbálják esténként összeszedni, tehát látom az akaratot. Ez egy újszerű dolog ez a roller, és erre sincs megoldás. Tehát azért a kerékpárosoknak most már vannak kialakított kerékpárparkolók már, ahol vannak, nyilván ilyen kell a rollerre, és jobban oda kell erre figyelni. Hát egy újszerű megoldás, és érdekes, hogy olyan környékeken, ahol egyébként az összes utcán a járdán parkolhatnak autók, és az sem volt mindig így, csak a szabálytalanságot egy idő után legalizálták fehér csíkkal az önkormányzatok, ott hirtelen a 30 centi széles 5 kilós roller lett a felháborodás tárgya, hiszen már nyilván a járdán parkoló kocsi mellett még a roller elvett plusz helyet a kevés gyalogos felületből. De most nem elviccelni akarom ezt az egészet, csak nekem ez egy kicsit ilyen visszásnak tűnik mindig. A rollereknél a megoldás az látszik, hogy felfestenek ilyen kijelölt roller parkolókat. És a főváros is elkezdett, meg egyes kerületek is elkezdtek mobilitási pontoknak nevezett ilyen komplex tárolókat kijelölni, bicikli, roller, stb. Sok helyen az önkormányzatok nem szeretnének emiatt elvenni egy-egy autóparkolót, pedig ott lehet, hogy 4-5-6 bicikli, roller, stb. Is tudna parkolni egy kocsi helyén.
A 13. kerületben ilyen 1 négyzetméteres négyzeteket festettek föl utcasarkokra, és akkor a rolleres applikációban igazából nem engedi máshol lerakni a járművet. Ez tűnik most nagyjából, ez a mobilitási pontos, kijelölt roller parkoló is egy ilyen köztes megoldásnak. Én Nyugat-Európában is ezzel találkoztam. Pont a rollerek egyébként az, amiről beszéltem az előbb is, hogy haladni kellene a világ fejlődésével, és normálisan kellene elvileg reagálni a történésekre, hiszen azért nem akarok most nevet mondani, de a legnagyobb roller cég az elmúlt fél évben erőteljesen elkezdte elhanyagolni, és valószínűleg lehet, hogy ki is fog vonulni egyébként a piacról, hiszen kijelentette, hogy nem fog felelősségbiztosítást kötni az összes rollerre, mert nem éri meg. Innentől kezdve maradunk megint ott, hogy a rendőrség dolga, hiszen szabálytalanul használják ezeket a rollereket, ahelyett, hogy megpróbálnánk, és nem csak Budapestről van szó, hiszen ez a rolleres cég szerte az országban mindenhol máshol üzemeltetett ilyeneket, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés lenne, megfelelő kezdeményezés is volt, de nem hogy segítenénk igazából ennek a minél szélesebb körű elterjedését, hanem nem megfelelő szabályozások vannak érvényben. Az, aki használja, az sem tudhatja, amikor felszáll a rollerre, hogy megbüntetik-e, hiszen a legtöbbnél még csak bukós isak sincs, pedig kötelező lenne ezeken használni. Tehát nem teremtjük meg a feltételeket arról, hogy jó kezdeményezéseket támogassunk és segítsünk elvileg, és ezzel változtassunk a közlekedési szokásainkon. Lassan véget ér a műsoridőnk, így szeretném még egyszer megköszönni a meghívott vendégeinknek, hogy elfogadták ezt a meghívást. Szerintem egy nagyon érdekes beszélgetés alakult ki Budapest közlekedésével kapcsolatban. Azért úgy gondolom, hogy az autós oldalról és a kerékpáros oldalról is hallhattunk véleményeket. Azt kérem önöktől, és megköszönöm még egyszer, hogy önök is velünk tartottak, hogy a következő ilyen alkalommal is legyenek itt velünk. Egyébként a műsor az összes közösségi média felületünkön, Spotin és YouTube-on is visszanézhető. Köszönöm szépen az önök figyelmét, minden jót kívánok, és viszontlátásra!